Megadom a szót hallgató Gergely jegyző úrnak, képviselő úrnak. Tisztelt elnök úr, tisztelt ház, hadd kezdjem már valamivel, nagy csak képviselő befejezte. Én jobban örülnék annak, hogyha a miniszterelnök arcán nem magabiztosságot, hanem maszkot láthatnék, és evel mutatna példát az országnak avval, hogy ne fertőzzük meg egymást. Akkor sem, olyan közel ülnek egymáshoz, nem csak itt távolról. Tisztelt képviselőtársaim, itt és mindjárt visszaveszem, csak akkor nem lehet hallani, aminek lehet, hogy ön örülne, de én nem. No tehát, és ha már itt tartunk, akkor azt is javaslom, csak képviselő úrnak, hogy látogasson fel a Demokratikus Koalíció Facebook oldalára, azt gondolom nem gyakran teszi meg, és találod számos tájékoztató anyagot, csak azért, mert ez kifogásolta és hiányolta. Na de térjünk vissza a törvényjavaslatra. Mit mond a kormány? Azt mondja, hogy azért van szükség erre a törvényjavaslatra, hogy az eddig meghozott kormány rendeletek és intézkedések hatályban működjenek. Világos, hogy ennek lenne három olyan módja, amit az ellenzék teljes nyugalommal támogatna. Az egyik megoldás az lett volna, hogyha külön törvényben kéri ezeknek a meghosszabbítását az alkotmány szerint, bocsánat, nincs alkotmány, alaptörvény szerint. Másodszor ennek módja lett volna az, hogyha újra kihirdetik ezeket a rendeleteket, adott esetben aktualizálva, ennek sem lett volna semmi akadálya. Önök a harmadik utat választották, mert ez volt a legdrámaibb és legjobban eljátszható, de erre is módjuk van természetesen, hogy a járványügyi törvény alapján hirdetik ki, hogy egészségügyi törvény alapján, mint járványügyi rendelkezéseket hirdetik ki őket. Most bocsánat, de azt kell mondanom, hogy tisztelt képviselőtársaim, ne játszunk itt bábszínházat. Ezt megtették. Sikerült, megoldották. Eljátszották, hogy ez micsoda erőfeszítés, meg micsoda bizonytalanság, de ez nem így van. Önök is tudták, mi is tudtuk, hogy erre mód van. De még egyszer mondom, ezeknek a rendeleteknek a meghosszabbítására, akár múlt hétfőn, akár most hétfőn, akár vasárnap, akár csütörtökön, bármikor rendelkezésre állt volna az ellenzék is. Most nem erre kérik a fölhatalmazást, hanem ennél jóval többre. Egyrészt arra kérik a fölhatalmazást, hogy ez a fajta meghosszabbítás, határozatlanul való hatályban tartás, ez vonatkozzon a kormány minden ezután hozott rendelkezésére is. Ezeket nem tudjuk, hogy támogatjuk-e vagy nem, hiszen még nem látjuk őket. Higgyük el, hogy ezek majd jók lesznek, célszerűek és hatékonyak. És ne haragudjanak, de én azt értem, amit Balla képviselő úr mond, hogy de hát bele van írva a törvénybe, hogy a járvány elleni védekezéshez szükséges intézkedéseket lehet csak így meghozni. Csak ezt ki fogja eldönteni? Hát majd maga a kormány. Az szükséges a járványügyi védekezéshez, amiről a kormány azt gondolja, hogy szükséges a járványügyi védekezéshez. Láthattuk, hogy ez mit jelent, bocsánat, hogy visszatérek az előző hozzászólásomra, jelenti a színházak lenyúlását, jelenti a katolikus egyháznak juttatott vagyont, vagy éppen jelenti, hogy egy egészen más témát mondjak, a mátrai erőmű 17 milliárdos visszavásárlását. Ezekről mind azt gondolhatja a kormány, hogy ezek szükségesek. De hozzáteszem, hogy ja, azt mondtuk, és itt jön be a határidő kérdése, hogy hajlandóak vagyunk ezt az egyébként meg nem érdemelt nagy bizalmat is megadni a kormánynak, hogy ő döntse el majd azt, hogy mi az, amire szükség van ebben a helyzetben, de legalább annyit kérünk, hogy egyébként az alaptörvényi szabályoknak megfelelően időnként jöjjön ide vissza, és számoljon be arról, hogy mit csinált. Erről szól a határidő kérdése. Nem politikai sóról, és ne vegye elő most a negyedik paragrafust, ha jól emlékszem, hogy majd tájékoztatásra. Tehát majd tájékoztatás, azt tudjuk, hogy mit jelent, vagy ad, vagy nem ad, és vagy a parlamentnek, vagy a frakcióvezetőnek, ahogy kedve van. Nem, drága képviselőtársaim. Érdemi döntésre hozza ide a parlament elé. Vállalják a szavazatukkal önök azt, hogy mit gondolnak ezekről, és vállaljuk mi. És valóban ebben az ellenzék rendkívül rugalmas volt. Itt mindenféle javaslat megfogalmazódott. Volt olyan is, ami azt mondta, hogy de ha a parlament nem tud ülésezni, akkor hosszabbodjon meg automatikusan, ha a házbizottság ezt kimondja, ahol ugye konszenzus kell. Mondtuk azt is, hogy oké, hogyha félünk, hogy úgysem, akkor tegyük lehetővé, hogy online ülésezzen a parlament. Tehát minden megoldás érdekel minket, ami fönntartja a kormány fölötti parlamenti kontrollt. Mert hogy egyébként a jogállam alapja mégiscsak az, hogy nem a kormány jó szándékára van bízva az, hogy ő mit tart helyesnek, hanem van-e fölött egyfajta alkotmányos kontroll. A korlátlan hatalomtól nem az véd meg minket, hogy bízunk a kormányban, például rendkívül kevéssé bízunk, hanem az véd meg, hogy egyébként az alaptörvény rendelkezései alapján van utólagos vagy jóváhagyás feladatlanítás ezekre a jogszabályokra. És hát legyünk őszinték, hogy mondjak még egy példát. A fideszes polgármesterek bőségesen bizonyították, hogy önök nem nagyon szolgálnak rá erre a bizalomra. Mit mondanak, mi a helyzet a BTK módosítással? Ugyanez. Mi nem mondjuk azt, hogy az ellenzéki sajtó az valótlan állításokat fogalmaz meg. Erről szó nincsen. Csak hát nem mi fogjuk eldönteni, meg nem is önök fogják eldönteni, már itt a parlament, hanem az önök által irányított ügyészség, meg az önök által irányított rendőrség.
És jól láttuk az elmúlt években, hogy ez mit jelent. És persze a végén majd a bíróság dönt, 3-4-5 év múlva, mire tönkretették az ellenzéki sajtót. Láttuk ezeket a pereket, Fapál ügy, drága államtitkár úr, hogy csak egy példát említsek, és sok ilyen volt. Sok ilyen volt. Tönkre lehet tenni embereket, tönkre lehet tenni a szabad média maradékát erre a jogszabályra hivatkozva. És hát persze ki tudja, az elmúlt következő 2-3-4 évben mennyire lesznek sikeresek a bíróságok megszállásával, amire komoly erőfeszítéseket tesznek. Köszönöm, hogy Harítai képviselő úr őszintén volt, mint a többiek, és arra hivatkozott, hogy az a célunk, hogy bizonyítsunk, vagy az a céljuk, hogy biztosítsunk ideális feltételeket a kormánynak. Drága képviselőtársaim, én elnézést kérek, mi nem a kormánynak szeretnénk ideális feltételeket biztosítani, hanem az országnak szeretnénk ideális feltételeket biztosítani ebben a helyzetben is. És az ország jelentős része fél attól, hogyha a kormány ellenőrzés nélküli hatalmat kap, különösen, hogyha ezt ellenőrzés nélküli időre kapja. Azért hagyd mondjam már önöknek, tudom, hogy itt mindenki mindenféle felmérésre hivatkozik, hagy jelezem önöknek, hogy 106 ezeren írták alá néhány nap alatt azt a petíciót, ami ez ellen tiltakozik. Ez nem az ország többségére, majd ha a Kossuth téren fog állni ez a 106 ezer ember, mert megteheti, akkor majd önök is kénytelenek lesznek őket észrevenni. És nem ossák össze, még egyszer kérem azt, hogy a kormány adott intézkedéseit támogatjuk-e azzal, hogy egyébként adunk-e korlátlan felhatalmazást. De kérem, cáfoljanak be, meg! Én leszek a legboldogabb. Szavazzák meg bármelyik ellenzéki módosítót. Ha valóban nem akarják felhasználni a kormányt, vagy ezt a törvényt korlátlan ideig tartó korlátlan hatalomra, akkor szavazzák meg azt, hogy határidőre szóljon ez a felhatalmazás. Ha valóban azt gondolják, hogy fontos az alkotmánybírósági kontroll, akkor szavazzák meg azt a módosítót, amelyik észszerű határidőn belül elrendeli az alkotmánybíróság, döntsön is az ilyenfajta alkotmányügyi panaszokról. Ha valóban nem arra akarják felhasználni a BTK módosítást, hogy a sajtót megrendszabályozzák, akkor hagyják most el, és egyezzünk meg egy jobb szövegben. Még nyitva van az ajtó. Ha tényleg egységet akarnak, akkor most az önök kezében van erre a lehetőség. Vegyék figyelembe az ellenzék észrevételeit is, és akkor lesz egység. Köszönöm szépen, elnök.